Jó. Sziasztok, szép napot! Képzeljétek el, hogy Hacsek Zsófival, egy gyerekkori ismerősömmel fogok beszélni, akivel mi még a hősidőkben együtt balettoztunk, akit viszont nem azért hívtam meg, hanem azért, mert ő a Történelmi Regényírók Társaságának az alelnöke, a Buda és Pest Történelmi Regénynek az egyik társszerzője, ami ugye tavaly jött ki és nagyon sok díjat is nyert, vagy ha olvastátok, akkor a Szabadság mindenek felett regénynek a szerzője. Úgyhogy én nagyon kíváncsi voltam rá, hogy ő, aki ennyit foglalkozik a magyar történelemmel, de nem itt él, hogyan látja ezt az egész irodalmat, emigráns létet az irodalmat és hasonlókban. Úgyhogy szia Zsófi, köszönöm, hogy eljöttél. Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket. Mindig úgy szoktuk az elején, hogy van egy pár gyors kérdés, amire röviden válaszoltok, azért, hogy egy kicsit jobban megismerjék az ízléseteket és titeket. Úgyhogy akkor az első ilyen, hogy könyv vagy mozgókép? Könyv. Kortárs vagy klasszikus? Olyat lehet mondani, hogy mindkettő. Magyar vagy világirodalom? Mindkettő. Eredeti nyelven vagy fordításba szeretsz jobban olvasni? Eredeti nyelven. Igen? Nem hát attól függ, hogy mert ha nem értem a nyelvet, akkor nyilván a fordításra hagyatkozom, de hogyha olyan nyelv, amit beszélek, akkor inkább eredeti nyelven. Mi volt akkor a legelső olvasással kapcsolatos élményed? Érdekes, hogy ez pont most járt a fejemben, mert Prágában voltam múlt héten, tehát a felvételhez képest múlt héten, és ugye rengeteg ilyen kisvakond figurát árultak ott, és eszembe jutott, hogy a két olyan könyv, aminél úgy konkrétan már emlékszem, hogy ezeket olvastam. Az egyik az még talán egy 70-es években kiadott Vakon nadrágja volt, a másik meg a Vlagyimir Szutyejev Vidám mesék. Sose olvastam kisvakond könyveket, úgyhogy nekem ez kimaradt, mert a legelső ilyen könyves emlékem az a Szélike király kisasszony, meg a Több sincs királyfi, akiket apukámmal meséltetek újra meg újra, az ő nagy örömére, és kijavítom, hogy elront egy névelőt a szövegben. Viszont, igen, ugye a felvezetőben mondtam, hogy te most nem Magyarországon élsz. Meghatározza ez az emigráns lét a hozzáállásodat az irodalomhoz? Hát azt hiszem, hogy biztosan. Tehát ugye én 14 éve jöttem el Magyarországról, majdnem 8 évet töltöttem Bécsben, és most pedig már több mint 6 évet töltöttem a Coventryben, ami egy közép-angol város. És azért érdekes ez, mert amikor ugye a gimnáziumba jártam, akkor azt hiszem, hogy hát a magyar tanár biztosan, de szerintem a többi tanár is mind azt feltételezte, hogy én valami magyar bölcsészeti irányba fogok menni, tehát magyar tanár leszek, vagy esztéta, vagy valami szabad bölcsész, tehát mindenképpen valami, aminek köze van a magyar nyelvhez, és szerintem, amikor én már ezt így a gimnázium alatt elkezdtem mondogatni, hogy esetleg külföldre mennék, akkor nem tudom, hogy például pont a tanárok erre így hogy reagáltak, vagy így hogy gondolkodtak erről. De azt gondolom, hogy így utólag abszolút nem bántam meg azt, hogy nem olyan pályára mentem. Szóval csak az a lényeg, hogy én úgy gondolom, hogy azért volt jó döntés, hogy egy kicsit úgymond fizikailag is, meg nyilván szellemileg is eltávolodtam a magyar bölcsész világtól, vagy az anyanyelvi közegemtől, mert nagyon-nagyon sok mindent tapasztaltam más nyelven, és más közegben, és más emberek között, amiből szerintem még ha mondjuk úgy hozza a sors, hogy még sokáig élnék, akkor nagyon-nagyon sok irodalmi szövegnek lehet az az alapja, hogy nyilván mind felnőttünk valamilyen közegben, adott esetben Budapesten vagy Magyarországon máshol, de hogy nekem az, hogy kijöttem ebből a közegből, az rengeteg olyan tapasztalatot adott, amire Magyarországon meg más tapasztalatom van, tehát ez most azt mondom, hogy aki Magyarországon marad, az nem jól teszi, csak azt, hogy az én tapasztalataim nagyon formált, egy kicsit én körkörös érvelés, tehát hogy azért vagyok olyan, amilyen most vagyok, mert ezek a tapasztalatok értek, de nyilván azért értek ezek a tapasztalatok, mert már akkor is ott volt bennem ez a hajtóerő, hogy nekem külföldre kell mennem. Én értettem, és azt hiszem, hogy átérzem azt, amit mondtál, de ebből egyébként felismerült bennem, hogy te írsz szép irodalmat, és hogy mindig magyarul írod a szép irodalmat, vagy németül és angolul is írsz szép irodalmat?
Az az érdekes, hogy szerintem még akár egy-két évvel ezelőtt is azt mondtam volna, hogy nekem a szépirodalom nyelve az a magyar, de ez mostanában kezd megváltozni. És ez úgy volt, hogy az az érdekes egyébként, hogy németül igazából soha nem írtam szépirodalmat. Nekem a német az nagyon sokáig a tudományos nyelv volt, mert ugye ott végeztem az egyetemet, ott szereztem diplomát, és ezért a néhányat leszámítva, amit angolul kellett megírni, alapvetően az ilyen szemináriumi dolgozatok, meg beadandók, meg a szakdolgozatom is németül készültek el. És akkoriban még nagyon egyszerű volt, ugye van a német, ami a tudományos nyelvem, és egyébként nagyon érdekes, hogy csomó mindenről, amiről annak idején mondjuk németül írtam, nem is biztos, hogy tudnék magyarul beszélni, mert annyira így a német nyelven gondolkodom erről. És ugye volt a magyar, az volt az irodalom nyelve számomra. És aztán, amikor kijöttem Angliába, akkor ugye bejött ez a harmadik nyelv, előtte is beszéltem angolul, de azért itt kezdtem el igazán használni az angolt. És olyan érdekes, hogy zajlott ez a folyamat, hogy hát egyrészt ugye a német tudományos nyelvemet átváltottam az angolra, és hát ugye folyamatosan beszéltem angolul, meg hát körülvett ez a nyelv. Közben egyébként nagyon igyekeztem, hogy a németet se hanyagoljam el, és azzal is a mai napig foglalkozom, mert egyébként az is nagyon fontos nekem, de az a lényeg, hogy konkrétan ezzel kezdődött az angol nyelvű írásos, nem tudom, folyamatom, hogy hát ugye amikor megtörtént a Brexit, ugye megszavazták, hogy kilépnek, én nem sokkal később érkeztem ide, akkor még ugye lehetett jönni, mert akkor még csak zajlott ez a folyamat, és akkor ugye bevezették ezt, hogy hogy egy ilyen úgynevezett pre-settled státuszra kellett nekem jelentkeznem, ami egy rettenetesen bürokratikus, és szerintem egy nagyon-nagyon fárasztó és idegörlő folyamat volt. Konkrétan úgy nézett ki, hogy már ugye itt voltam fél éve, tehát ez 2018 végén volt, hogy egy ilyen appot le kellett tölteni a telefonra, akkor beszkennelni vele az útlevelet, meg az arcomat lefotózni, meg egy képet feltölteni. Tehát rengeteg dolog volt, és az volt az érdekes, hogy akkor nem vettem észre, hogy nem fejeztem be ezt a folyamatot, mert annyira mindig lefagyott az app, meg ilyen baj, meg olyan baj volt, és egy évvel később jöttem rá, hogy jó, egyébként még hátra volt egy lépés, amit meg kellett volna csinálnom. De ez azért fontos, mert 2018-ban engem annyira felhúzott akkor ez, hogy úristen, hogy nekem miért kell ezzel foglalkozni, hogy írtam erről magyarul egy verset. És amikor 2019-ben rájöttem, hogy ja, egyébként tavaly nem fejeztem be, és megint le kell tölteni az appot, megint be kell szkennelni az arcomat, meg nem tudom már mik voltak, akkor valahogy, és pont akkoriban kapcsolatba kerültem egy költővel, aki tervezett egy versgyűjteményt, ami kifejezetten a migráció tapasztalatáról szólt. És akkor mondtam ennek a költő srácnak, hogy hát nekem egyébként van egy magyar nyelvű versem, és pont most jutott eszembe megint, így egy év után, és hogy én ezt szívesen lefordítanám angolra, hogy hát ha beleillik a kötetébe, és bele is illett, és bele is került. És azóta igazából így nem volt olyan értelemben megállás, hogy egyrészt a magyar nyelven írt szövegeim közül is elkezdtem fordítani azokat, amelyek az ittenieknek is érdekesek lehetnek, másrészt pedig azt vettem észre, hogy egyre több például verset, tehát ilyen rövidebb szöveget írok, amit már eleve angolul írok meg, és egyébként milyen érdekes, hogyha valamit angolul írok meg, azt én utána nehezenben tudom visszafordítani magyarra, mint hogyha valamit magyarul írok meg, és angolra kell lefordítani. Ezt nem tudom pontosan, hogy ez miért van így, de így van. Na, ezt most én sem tudom, mert ugye fordítva szokták mondani, hogy úgy írtak, azt hiszem, egy spanyolországi magyar író, spanyol irodalmat, hogy ő megírta magyarul, lefordította spanyolra, viszont a magyar az egy ilyen nyers volt a legelső változatban, és utána a spanyolt visszafordította irodalmian magyarra, és az lett a végleges magyar verziója. De hogy ezt még így senkitől nem hallottam, úgyhogy akkor, ahogy hallom, te nagyon adaptálódtál. És innentől kezdve bennem így egy kicsit kérdés is, hogy igen, amikor most néhány hónapja újra felkeveredtem az internet bugyraira, és megláttam a nevedet, akkor én a szófánál láttam meg, hogy hogyan kerültél te a szófához? Hát ez is egy jópofa történet, van, hogy minden ilyen jelenlegi identitásom mögött van egy ilyen történet, hogy valahonnan ez is indult. Igazából nagyon
prózai módon a Szófát azt hiszem, hogy talán a Facebook dobta fel nekem először, vagy valamelyik irodalomból ismert ismerősem oszthatta meg, már nem emlékszem pontosan, de arra emlékszem, hogy azzal ragadott meg elsőre, hogy hát egyrészt ugye láttam, hogy milyen jó, hogy ilyen irodalmi folyóiratok vannak rajta, meg hogy hát ugye nekem, aki mint külföldi magyarnak, ez nagyon nagy dolog volt, hogy hú, hogyha előfizetek a Szófára, akkor olvashatom ezeknek a lapoknak a tartalmait, de igazán akkor ragadtam ott, amikor indítottak egy irodalmi pályázatot, ahol a Vionnak a 4 sorosát kellett lefordítani. És ez úgy volt, hogy hát, hogy amikor így az embernek így beleragad valami a fejébe, és ez még a Covid alatt volt, láttam ezt a pályázatot, így elkezdtem mert egyébként valamennyit franciául is beszélek, nem annyira jól, mint németül meg angolul, de azért egy kis francia van a fejemben, és hogy elkezdtem ugye franciául mondani a sorokat, és akkor valahogy így ebből így szültem egy kis fordítást, azt el is küldtem a pályázatukra, elég szép eredményt is ért el, és aztán ugye, ahogy egyre inkább követtem emiatt is a Szófát, aztán egyszer, amikor a szerkesztőségbe kerestek embereket, akkor én is jelentkeztem, és így történt. És te most pontosan mit csinálsz ott a szerkesztőségben? Mert láttam ilyen rövid interjúkat, meg írtál véleménycikket is, ahogyan emlékszek, de ugye nagyon sokrétűnek tűnik az, amit csinálsz. Hát az első feladatom, amit a Szófánál végeztem, illetve végzek a mai napig, az az, hogy én töltöm fel a folyóiratokat, ami egy hatalmas felelősség nyilván, mert tehát ezeknek a folyóiratoknak az anyaga már akkor eljut hozzám, amikor még ugye a boltokban nem kerülnek ki, és én küldöm tovább a NSA Diánának, annak a Szófás kolléganőnek, aki a lapajánlót írja, illetve én darabolom fel egy program segítségével, hogy ugye nyilván a magát a teljes PDF-et tudják lelopni, mert akkor az egésznek semmi értelme nem lenne, és aztán ezeket egyenként felrakosgatom ezeket a hát igen, a verseket, novellákat, regényrészleteket, mikor mit. Ez volt az első feladatom. Aztán volt, hogy a Szófának a további pályázatain zsűriztem, vagy mint előzsűri, vagy mint szakmai zsűri, mikor mire volt szükség, illetve a legújabb ilyen ötletem az volt, hogy rájöttem arra, hogy tök jó, hogy én minden hónapban felteszem ezeket a folyóiratokat, és hogy nagyon jók a lapajánlók is, tehát tényleg mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el őket. Mindig az adott lap az nyilván ugye ez nagy szenzáció, amikor megjelenik, na de mi van akkor, hogyha már mondjuk eltelik X idő, és hát, hogy ki emlékszik már úgymond arra, ami mondjuk a 2020-as Kaligramban, vagy a 2022-es Tiszatájban megjelent. És akkor azt találtam ki, és szerencsére erre a főszerkesztő Mohácsi Árpád is nyitott volt, hogy a Facebook oldalon indítottam most nemrég egy ilyen szemelvény sorozatot, hogy a régi lapszámok tartalmaiból tehát főleg ugye versekből részleteket idézek, és ezzel próbálom az olvasók figyelmét ráterelni, hogy oké, hogy mindig jönnek a friss lapok, de egyébként a régi lapokat is érdemes elővenni. Illetve, ami pedig szintén Mohácsi Árpád ötlete volt, és így én kezdtem megvalósítani, ez a villáminterjú rovat, ahol minden héten egy kérdést teszek fel egy embernek, aki lehet író, kritikus, akármilyen művészetközeli ember, vagy akár csak egy művészetkedvelő laikus is, és akkor valamilyen témában ezt az egy kérdést felteszem, arról egy választ ad, és akkor ettől villáminterjú, hogy egy kérdés, egy válasz. Ez most így nagyon érdekesen is hangzik, viszont egy picit zavarbejtő is számomra, mert minden, amit mondtál, az inkább úgymond az én fejemben a csúnya módon szerkesztőnek gúnyolt feladatkörökhöz tartozik, és hogyan jön ebből az, hogy te írsz is aktívan szövegeket, mert amit én egy picit utána olvastam, legalábbis a Szépírók Társaságánál állították ezt az oldalad alatt, hogy a 18.-19. századi történelmi korszak, és főleg a kultúrtörténet iklett meg általában az irodalomra. És nagyon más ez a kettő, ugye a kortárs irodalomnak a kurálása és a szerkesztése, és visszafele pedig ilyen hosszabb légvételű szövegeknek az alkotása, ez nagyon más hozzáállás, ez többfajta oldalad, vagy mindig benned volt minden, és ez nem változott az idővel, csak most már több lehetőséget kapsz megmutatni? Az azért
Érdekes szerintem ez a kérdés, mert nyilván én nagyon örülök is annak, és szerintem ennek abszolút így is kell lennie, hogy nagyon sokan legyünk, akik írunk. És én ezért nem szeretem például, amikor írók rivalizálnak egymással, meg így kibeszélik egymást át a mögött, hogy hát az XY nem is olyan jó. Mert én úgy gondolom, hogy persze nyilván van ennek egy ilyen nagyon csúnya piaci része is, hogyha az ő könyvét veszik meg, akkor nem az enyémet, de most ettől tekintsünk el nagyvonalúan. Tehát én azt gondolom, hogy főleg az internet világában, ahol meg ráadásul végtelen, hát, legyünk optimisták, végtelen erőforrás, vagy tehát ilyen publikációs forrás el a rendelkezésünkre, szerintem az nagyon-nagyon jó, hogy sokan írjunk. Szerintem mindenkinek kellene írnia, és én abban se látok egyébként nagy problémát, hogyha az emberek publikálják is, amit írtak, ha ketten olvassák, akkor ketten, ha tizen olvassák, akkor tizen, ha csak az anyukája olvassa, az is egy olvasó, tehát hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy sokan írunk. És emiatt nyilván emlékezhetsz, ugye, mert ugye mi nagyon régen ismerjük egymást, hogy nekem ez, hogy írni kell, ez valahogy mindig ott volt a fejemben, és hogy ez valahogy így mindig kísért az úton, de közben meg az, hogy mondjuk szerkesztő legyek, az inkább ugye ahhoz tartozott ez az úgynevezett bölcsész vonal, amiről hát többek között a saját családom nagyon le akart beszélni, hogy én ilyen irányba menjek. És úgy gondolom, hogy az, hogy, mert nyilván én azt mondom, tényleg írjunk nagyon sokan, és ez egy nagyon-nagyon szuper dolog, hogy írunk. De az, hogy mondjuk az én véleményemet akár szerkesztőként kikérik, és most nem csak arra gondolok, hogy mondjuk ha kiválasztok egy szerintem közlésre érdemes részt valamelyik szófás szövegből, akkor mondjuk azt a visszajelzést kapom, hogy hú, ez milyen jó volt, és hogy nekem kvázi milyen jó az ízlésem, ez nagyon szép. Olyan is volt már a Buda és Pest esetén, meg az egyik TRT és novellás kötet esetén, meg még lesz is olyan, hogy az egyik TRT társamnak a most készülő kötetét én fogom olvasószerkeszteni. Tehát az, hogy ilyenekre megkérnek, az szerintem azt jelzi, hogy az írás során akár csak az eltelt idő miatt, akár tényleg azért, mert ez így hülye hangzik, tehát lehet, hogy tényleg jó az ízlésem. Tehát, hogy én meg tudom ítélni azt, hogy milyen egy szöveg. És nekem ez egy nagyon fontos visszajelzés. És egyébként, amit nem mondtam a szófa kapcsán, mert nem tudom, hogy miért, de valahogy tényleg erre a szerkesztésre koncentráltam, de hát ugye van a tárcarovatunk, a tártosfog, amit a Bodrogi Csongor főszerkeszt, és azért én is besegítek egy kicsit, és ott például azt hiszem, hogy 6 hetente sorra kerülök én is egy tárcával, tehát ott is írok. És a kérdésed másik fele a 18.-19. század, az pedig nagyon furcsa, igazából nem tudom, hogy miért, de valahogy ez így jön belőlem, hogy engem nagyon-nagyon érdekel ez a kor, valószínűleg azért, mert hogy már elég távoli ahhoz, hogy úgy rá tudjunk látni, de azért ahhoz még elég közeli is, hogy sok forrás legyen róla, és mivel sokat olvastam ilyen témában, ezért szívesen írok is róla. Igazából szerintem ez így zajlott. Hát akkor, ha már is feladtad a labdát a Buda és Pest történelmi regénnyel, akkor én úgy tudom, hogy abban is írtál ugye egy fejezetet, és hogy az is 18-19. századi, vagy az máshol van, és mit érdemes egyébként tudni erről az egész projektről? Hú, hát szerintem a Buda és Pestre mi, akik dolgoztunk rajta, már mindig úgy fogunk visszaemlékezni, hogy ez egy ilyen nagy szerelem projekt volt. Kezdődött az egész azzal, hogy a Történelmi Regényírók Társaságának az elnöke, Kapa Mátyás, ő több városregényt is írt, és elég jókat. Például a Harangszótól Harangszóig, az én is olvastam, az nagyon-nagyon tetszett nekem. És tervezem egyébként elolvasni a Budai Krónikát is, ami kicsit már így az előképe volt a Buda és Pestnek, és hát nem véletlen, hogy Kapa Mátyás volt az, akinek eszébe jutott az, hogy mi lenne, hogyha Budapest 150. évfordulójára írnánk közösen egy regényt. És úgy kezdődött az egész folyamat, hogy ugye akiket érdekelt a téma, azok ugye mind jelentkeztünk, és akkor először még semmi nem volt meg, de a korszakok akkor már így kilettek osztva. És hát nem véletlenül ez a 18. század vége, ez hozzám került. És azt gondolom egyébként, hogy nagyon-nagyon bölcsen
végeztük a korszakok kiosztását, mert így visszaolvasva a regény, nekem az volt a benyomásom, hogy mindenkinek olyan korszak jutott, amiben ő a legjobban tud írni. Tehát mindenki így a legjobb oldalát tudta ezáltal megmutatni. És hát nem véletlen, hogy például a Bányai D. Ilona, akiről úgy tudom, hogy a Mátyás királykora a kedvenc korszaka, ő kapta Mátyás királyt, meg az első nyomdagépet ugye Budán, ugye amikor a könyvnyomtatás kezdődött, akkor a Smölcz Margit, aki már máskor is írt a török korról, ő kapta a török kort, akkor a Sós Tibor, aki meg egy ilyen nagyon kalandfilmes, akciófilmes stílusban ír, ő kapta a tanácsköztársaság évét, meg a 30-as éveket, amikor ilyen, tehát ő ott abszolút kiélhette magát ezzel a mindent cikáznak az események típusú narrációval. És én úgy gondolom, hogy már önmagában az, hogy mindenki a neki való korszakot kapta, ez fél siker volt, és csak utána jöttek a szinopszisok, mindenki megírta a sajátját, akkor egy kicsit összehangoltuk őket, ugye, mert ugye családregényt írtunk, tehát akkor például megnéztük, hogy az, aki valamelyik fejezetben megszületik, akkor az ugye a másikban már adott esetben nagyszülő, akkor ugye hogy nyilván voltak visszatérő szereplők is, főleg ugye a 20. században, amikor nagyjából ugyanazok a szereplők tértek vissza, és aztán ugye jött az írás folyamata, amikor mindenki megírta a maga részét, a két szerkesztő, Kapa Mátyás és Sós Tibor átolvasták őket, úgy is, hogy a maga a rész hogy működik, meg úgy is, hogy a regény íve hogy működik, és amikor már ők nagyon sokszor átolvasták az összes részt, akkor átadták nekem, és akkor én még kiszúrtam pár dolgot, amit ugye ők már nyilván nem vettek észre, mert már olyan sokat foglalkoztak velük, és így állt össze tulajdonképpen a regény. És Novák Andor tervezett hozzá egy gyönyörű borítót, ami ugye az év borítója lett az évkönyv szavazáson, és ez az egyik díj, amit nyert a regény, a másik pedig, hogy az év történelmi regénye lett. Igen, mind a kettőhöz gratulálok, és már régóta megvan, csak ugye én írok recenziókat, és mindig becsúszott még valami, ez pedig nem egy kicsi mű, tehát hogy azért nem egy ilyen egy nap alatt megrákható. Úgyhogy ennek megfelelően lenyűgöző hallgatni azt, hogy egyrészt milyen jól vezették ezt a munkát, és hogy mennyire jól sikerült, és azt is, hogy így élveztétek, mert amikor még így az először írtátok, hogy lesz ez a regény, én ugye tavaly fedeztelek fel újra, akkor kezdtem az oldaladat követni Facebookon, akkor én bennem volt egy pici aggodalom, mert igen, a művészek azok mindig tudnak öntudatosak lenni, és minél több művész van egy projektben, annál több öntudat van egy projektben, és így volt bennem egy félsz, hogy na, mi lesz ebből, össze tud-e állni, és ehhez képest minden írásotok nagyon pozitív és nagyon jó hangulatú volt, úgyhogy abszolút egy ilyen etalon ként kezeltem azt a folyamatot is, amiben vele láttam, meg ahogyan beleolvastam a műszövegét is. Viszont igen, hogyha ilyen nagyon-nagyon magasra mentél és mentetek, ugye 13-ban jött ki a Szabadság mindenek felett, utána költöztél, most doktorálsz, ha jól tudom, jöttél ki nagy regénybe, hogy hova van tovább? Bocsánat, csak egy kis pontosítás, hogy amikor a Szabadság mindenek felettet írtam, akkor már Bécsben laktam. Valószínűleg egyébként van is összefüggés a két dolog között, hogy miért pont akkor robbant ez így ki belőlem, amikor kikerültem a korábbi életemből. Hát ugye én úgy nézem, hogy végül is az élet szerintem alapvetően egy folyamat, és mindig zajlik valami, és bizonyos folyamatok lezárulnak, bizonyos folyamatok újra kezdődnek. Szóval a Becher Ivánnak a Kutya Mandovszkiban, ami az életem egyik alapműve, abban volt egy ilyen, hogy a minden valamire való élet korszakokra oszlik, és ugye ezt a Becher Iván annak kapcsán emlegeti, hogy az apjának, a nagynényének nagyon izgalmas élete volt, az korszakokra oszlott, bezzeg szegény nagymamájának nem, és szegény nagymama élete nem volt valamire való, ez szerint. Vagy azt is felhozza érdekes módon, hogy ugyanennek a nagymamának a másik testvérének pedig szintén úgy korszakolható az élete, hogy volt a Magyarországon töltött élet, meg a külföldön töltött élet. És mindegy, szóval, hogyha követjük ezt a Becher Iváni logikát, akkor egy olyan élet, amiben nagyon sok korszak van, az valószínűleg már tud valamit. Hát én azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, és egyébként nagyon privilegizált helyzetben is, hogy már most elmondhatom, hogy,
hogy hát ugye már az eddigi életem során három országban éltem, és különböző ilyen milestone-ok, már nem tudok magyarul beszélni, szóval különböző ilyen célok voltak, amiket itt szerettem volna elérni, és ugye az egyik ilyen cél az az volt, hogy ugye meglegyen a mesterdiplomám, ezt szerencsésen letudtam, hát most már 7 éve, most se tegnap volt, és aztán ugye elkezdtem a PhD-t, most már annak is a vége felé járok, és azt gondolom, hogy ami utána jön, hát az egyik dolog az, hogy ugye rajta mindig mindenki számon kéri, hogy na de hol van a következő regény. Őszintén szóval én se tudom. Valahol itt van, majd egyszer kijön. És nyilván most lehet erre ilyen objektív tényezőket felhozni, hogy hát nyilván amikor a mesterképző szakdolgozatom járt a fejemben, akkor az volt a hosszú szöveg, amit írtam. Most a disszertációm, ami ugye még hosszabb, meg még inkább bele kell menni a részletekbe. Tehát nyilván szerintem egészen addig, amíg van valami hosszú szöveg, valami ilyen nagyobb projekt, amin tudok dolgozni, én addig nem érzem, hogy bármi hiányozna az életemből, és valószínűleg egyébként a több író is nagyon hálás, hogy a könyvpiacon egyel kevesebben vagyunk, és egyel kevesebben úgymond versengünk egymással, de én még mindig fenntartom, hogy ne versengjünk egymással, hanem támogassuk egymást, de azt is gondolom, hogy ha meg lesz a disszertáció, akkor valószínűleg egy csomó energia felszabadul majd bennem, és lehet, hogy pont akkor fogok regényt írni, mert egyébként regény ötletem mindig nagyon sok van, csak valahogy különböző okokból, amiket így elkezdtem írni az elmúlt 11 évben, azokat soha nem fejeztem be. De mondom, igazából bennem nincs emiatt hiányérzet, mert úgy gondolom, hogy ha valamit már én is az írás közben érzem, hogy valami miatt nem működik, az nem működik. Tehát hogyha már én ezt érzem, akkor az olvasó még inkább ezt érezni, akkor is, hogyha végigírnám. És emiatt egyébként például én nagyon örülök annak, hogy én még soha nem kerültem olyan helyzetbe, és remélem nem is fogok, hogy mondjuk egy akármilyen kiadó olyan szerződést iratna velem alá, hogy mondjuk évente 2 regényt kell írnom. Mert úgy gondolom, hogy nyilván meg tudnám írni, tehát nyilván le lehet ülni, mindent meg lehet írni, csak nem gondolom azt, hogy az önazonos lenne. Tehát én azt mondom, hogy inkább legyen 20 évente egy regény, de az legyen jó. De ezt én mondom, tehát hogyha másoknak más működik, akkor nyilván ezek nem alapigazságok, ez csak arra vonatkozik, amit én érzek a saját életemre vonatkoztatva. Azt tudom mondani, hogy én is azután kezdtem el publikálni, amikor meglett a doktorim, mert hogy annyi idő felszabadult azzal, hogy már az ember nem cikkeket ír, meg a disszertációját küldözgeti a 76. revízióra, hogy lett egyszerűen türelmem törődni a kiadói vonatkozással. És igen, és tartom azt, hogy kevés olyan megélhetési író van, aki szép irodalmat ír, és azt tényleg ugyanabban a magas minőségben tudja csinálni. Akármilyen tehetséges, mert a muszáj az mindig szerintem is egy gátló tényező. Úgyhogy ezzel akkor így most lezárnám, és azért nagyon remélem, hogy ilyen rövid szövegeket ebben a holt időben is olvashatunk majd tőled, mert a szótán is szerintem most majd sokan fognak követni, legalábbis én ajánlom nekik, és köszönöm szépen, hogy vállaltad, és akkor sziasztok és szép napot! Én is köszönöm, sziasztok!